Szeretettel köszöntöm a keddi magyar adás nézőit, jó napot kívánok! A Román Televízió tavaszi műsorácsának beindulásával adásunk is módosul. Így hétfőn és kedden 3 órakor kezdünk és 2 részben jelentkezünk. Az első rész 4 előtt 10 percig tart, míg a második rész 4 óra 5 perckor kezdődik és 5 előtt 9 perccel ér véget. A köztes negyed órában reklámok és rövid híradó jelentkezik majd román nyelven. Adásunk elején Szabédi Lászlóra emlékezünk. A költő, újságíró, műfordító 48 éve hunyt el, és nem sokára ünnepeljük születésének 110. évfordulóját is. Szabédi Székely néven született Sáromberkén, a kolozsvári unitárius kollégiumban érettségizett, majd Strasbourgban a teológián tanult. A kolozsvári színházban dramaturgként, majd az egyetemen a könyvtárban dolgozott. Írásai több irodalmi labban is megjelentek, a Bolyai Tudományegyetem magyar irodalomtörténeti tanszékét is vezette pár évig. Az egyetem beolvasztásakor tanúsított magatartása miatt a Securitate zaklatta. Így 1959. április 18-án Szamosfalva határában a vonat elé vetette magát. Ma húsvét harmadnapja, így még visszautalunk az ünnepre két riport segítségével is. Ha a régi hagyomány nem is maradt meg mindenhol, alig van olyan magyar lakta terület, ahol húsvét másodnapján a legények, férfiak ne locsolnák meg a lányokat, asszonyokat. És miképpen történik ez Csinódon? Kiderül a következő percekben. Nagy Gergő szüleivel és testvérével Sepsiszentgyörgyről költözött ki Csinódra. Húsvét másodnapján náluk jártunk. Gergő még mielőtt locsolni indulna, bemutatja frissen tanult tudományát, a tojásírást kesicével. Bekele kicsi, bekele ide maltani, jó hosszú ideig, tájén megviasszom. Ez egy kicsit vastagot ír. Nem csak az a kesice egy kicsit. Ez csepeg, de hát... Szép ügyenletesen meghúzzuk a vonalakat. Kicsit csepeg, de nem baj. És most nekiállunk a mintáknak. Hát ilyen érdekes háromszögű virágok lesznek. Ördög téd a neve. Hát itt ugye a csángoknál ez a leghíresebb fajta minta, és ez a, az a töltött rózsa. Ez a minta. Ezt ismerjük a legjobban. És te most tanultad meg? Én igen, igen. Előtt pénteken jött ugye jó osztálytársamnak a nagymamája, és ő rajzolta fel a táblára, és elmagyarázta, hogy melyik tojás, jó tojásnak mi a neve. Csinódon elsősorban az van, hogy a kisgyerekek már reggel korán elkezdenek járni locsolni. Ritka az, aki egyedül jár, általában szomszédok, rokon gyerekek, hasonló korosztályúak összetársulva járják végig a tanyákat, elmennek szomszédhoz, rokonhoz, osztálytárshoz, megöntözik, vagy épp a tanítóhoz, meg a gyerekeihez, és kevesebb számban járnak felnőttek. Ők inkább szűk családi körben, rokonokhoz, komához átmennek megöntözni azok feleségeit vagy lánygyerekeit. És a lányok járnak-e kedden? Nem járnak, nem is tudnak itt erről, hogy kedden a lányok visszaöntözhetnék a fiúkat. Tehát lenne egy ilyen asszonylocsolás. Anyu, egy kicsit ide jönnél bombolni be. Bebombolni. Itt a hova mész? És itt meg szeretném nézni, hogy bekérni, hogy jó lesz? Még fennem? Így jó. Engedj. Tündjük össze a gyöngyhatalom, a fejére, prőstás, simestás, ide a kezembe. Csak nagyon gyorsan, jó? Jó. Csak lassan, jó? Lehet, hogy Csinódon a lányok nem szoktak locsolni, de azért Ilka, Gergő húga elkíséri a fiúkat legalább a szomszédba. Köszönjük! Húsvét másodnapján régi szokás szerint fogadják jó szívvel az öntöző legényt. Köszönjük!
Hogy megy a locsolás? Jól megy a locsolás? Na hát, ülj meg annyi tojásot, van Tamás. Ugyanis lehetsz, hogyha annyi tojás kaptál. Na, Ati, találkoztál sok szép lánya? Jó van. Te messzire jössz, ugye? Balázs is, ugye? Tamás, hát még messzire. Úgyhogy volt idáig, volt időtök azért. Tojás szeretni. Meg otthon 12 órát. Központba lemegyünk oda, Karnémi bolcsa felé. Kérlemes húsvét ünnepeket kívánok! Sziasztok! Kinyílt a tulipán, húsvét hajnalára, hadd hújon a harmat a nyíló virágra. A szomjas virágot bőven megöntözöm, a piros tojást is szépen megköszönöm. Nem fog elérkodni. Kérlemes ünnepeket kívánunk, be lehet jönni? Tündérország rózsájáról, gyöngyharmatot szedtem, akit ezzel megöntöztem, áldja meg az Isten. Tündérország gyöngyharmatja, hújon a fejére, piros tojás, hímes tojást ide a kezembe. Piros tojást. Köszönjük szépen. Köszönöm a sinetet! Viszont! Húsvét másodnapján van az öntözés vagy locsolkodás szokása. Ez lényegében egy régi termékenység, varázsló, ritus maradványa, és a kölni elterjedése, megjelenése előtt vízzel történt ez a locsolás. Mégpedig pont ezen a tavaszi időszakban, tehát az első tavaszi holtöltét követő vasárnap, ugye a húsvét vasárnapja, és az azutáni hétfő, az a locsolás napja. És most Háromszékről ide kerülve Csinódba, hadd emlékeztessek két olyan termékenységvarázsló szokásra, ami Háromszéken, Orbai széken megmaradt. Az egyik Székely Tamás falván, a másik a vele szomszédos településen, Szörcsén, ahol ezen a napon csoportos locsolás zajlik, és egy erdőlőszánra építenek rá fenyőágakból egy kóbort, ami alatt egy cigány gyerek ül. Hát ezt idézőjelben mondom, hogy cigány, annak nevezik. Régebb valóban tényleg a falu valamelyik cigány purdéját kérték meg erre a szerepre, és minden gazda fel volt hatalmazva arra, hogy őt egy vedel vízzel leöntse. Na most itt is Csinódon a felnőttek közül is páran eljárnak locsolni, és nem kölnivel, hanem úgymond flakonnal járnak locsolni, amiben nem kölni van, vagy pacsuli, hanem tiszta forrásvíz, patakvíz, kútvíz. Lányokat, asszonyokat locsolnak, de elsősorban a lányok megöntözése, és lényegében a felnövekvő lány generációnak a termékenységét elősegítő ritmus ez. Kérlemes ünnepeket kívánunk! Kérlemes húsvét ünnepeket kívánunk! Majd szeretett. Ne lehet venni? Igen. Szóval gyabiban még mentek? Igen, még. Egyetemista koromban voltam Fehér megyében, Mohán, ahol van a tikverőzés szokása, ami
farsanghoz kötődik, de egy ilyen húsvéti előzménynek is tekinthető, hiszen a tyúkoknak a termékenységét segíti elő, hogy veszőkkel bejárnak az istállóba, és a tyúkokat szimbolikusan megverik. Na, de mindenképpen a víznek és a húsvét hétfői locsolásnak elsősorban termékenység elősegítő hatása van, vagy legalábbis ez a célja. Patak partján jöttem, azt csukta egy harcsa, van-e háznál szép lány, az Isten megtartja. Kinyílt a tulipán, húsvét hajnalára, hadd hújon a harmat a nyíló virágra. A szomjas virágot bőven megöntözöm, a piros tojást is szépen megköszönöm. Nagyon szép volt. Tündérország rózsajától gyöngyharmatot szedtem, akit ezzel megöntöztem, áldja meg az Isten. Tündérország gyöngyharmatja hújon a fejre, piros tarts, hímes tarts ide a kezembe. Köszönöm szépen. Na most már biztosan nem fogunk elhelyezni. Hát, biztos. Kalácsot? Köszönöm szépen. Na, menjetek oda, és nézzétek meg. Jó, de szép így. Még lehet, hogy nem tudom. A nyuszinak mi köze van a húsvéthoz? Ez egy német nyelvterületről meghonosodott félreértésen alapul, ugyanis Németországnak van egy olyan tájegysége, ahol nagyobb példányban, nagyobb számban tartanak gyöngytyúkot. És a gyöngytyúknak a német neve az a Haselhuhn. És félreértették, félrehallották még német nyelvterületén belül is, és a Hasel maradt meg belőle, az a németül a nyúl. És lényegében, tehát ők gyöngytyúk tojásokat festettek, meg húsvétkor azt ajándékozták, és ez az elhallás eredményezte azt, hogy először német nyelvterületén, de utána Európa egészén, sőt most már világszerte a keresztény kultúrkörben a húsvétot ünnepelnek, a nyuszi hozza a tojást, meg a nyúl mindenképpen egy előtérbe került húsvéton belül, tehát reklámszatyroktól kezdve, meg asztalra kitéve, meg akár bevíve a házba, ekkor ezen az ünnepen a nyúl megjelenik a húsvéti ünnepkörben. Jönnek a locsolók! Gyertek! Szia! Fejed már a húsvét fényes napsugára, minden kereszténynek házablakára. Feltámadt a Krisztus, nem maradt a sírban, aki kifaragott fényes koporsója. Húsvét másodnapján az jutott eszembe, kedvenc füzi puskám, viszem a kezembe. Elindulok alá, piros tojást kék, engedelmet kérek, szabad locsolni. Szabad locsolni. Szabad locsolni, köszönöm szépen! Én nem kérek! Hát hol, kitől tanultad ezt a szépenség, te? Kitől tanultad? Könyvekbe. A könyvekből, hát ezt már szeretem, ügyes. Jó. Legények, tojást vesztetek? Tamáska. Vegyetek, ott van édesség is, vegyetek azt is, vettetek-e? Ügyesen, vegyetek, ügyesen. Van ilyen aprós ütemény, vagy inkább kalancs, vagy tele vagytok ma? Na, akkor meg volt a tojásírás, ugye? Én még egyet. Jó, te akkor egyet írja. Na, regények, köszönjük szépen, hogy meglátogattok. Sziasztok! Szervusztok! Nem elvadunk ám most már. Biztos, hogy nem a sinnapeket. Szervusztok, regények! Szervusztok, köszönjük a locsolást. Sziasztok! A locsoló legények jutalma általában a piros tojás. Ma már ehhez társul egy kis pénz is, vagy a minden gyerek által oly szeretett és egyre nagyobb teret hódító kinder tojás. A kézdivásárhelyi gyűjtemények házában az érdekes tárgyak mellett sok játékfigurát nézhetnek meg a gyerekek. A meglepetéseket tartalmazó csoki tojás történetéről mesél most a kiállítás létrehozója.
gyűjteményék háza 2010-ben nyitotta még kapuit, és ugyanakkor a több éves tapasztalat azt mutatta, hogy nem csak felnőttek jöttek látogatni, hanem gyermekek is a felnőttekkel. Hát őket nézve, ami ott fönn van, az nem gyermeknek való. Így hát én úgy éreztem magamot, hogy ők sértve vannak, mellőzve, és gondolatban mind az volt, hogy vajon mit lehetne nekik is adni, érdekességet. Na hát, így lett, hogy a kinder világba, a kinder barlangba ennek megalkotását megcsináljuk családilag 2013. május 23-án nyitotta a kapuit a kinder barlang 5500 kinder tojás figurával. Ennek ugye a kisebb részével, és nem volt rossz választás részemről, mert amikor megjöttek úgy a kicsik, mind a nagyok, örömmel tapasztaltam, hogy igenis jól választottam, hisz kedvükre való néznivalót, látnivalót tudtam adni. Na hát itt nagyon sok élményem van, ezek közül egyet-kettőt hadd osszak meg önökkel. Én a kicsiknek készítettem ugyanezt a kinder barlangot, de amikor bejön az óvónéni, tanítónéni a gyermekekkel, akkor ki van adva általa, hogy osztán vigyázzatok, mindent a szemnek, semmit a kéznek, tessék a kezeket hátra tenni. Hát ez a pár mondat, amilyent elhangzik, közben a tanítónéninek, a tanárnének jár a szeme, hát megakad a figurán, egy olyan figurán, aminek a kedvenc játéka volt abban az időben. És akkor felszusszan, és az, na gyermekek, na gyertek csak, nézzétek csak, mert a tanítónéni ezzel a játékkal játszott, ez volt neki a kedvence, ő is már megfeledkezik, ő is már nyúl a játékért, csak ott az üveg is koppan, és ő is olyan gyermek lesz pontosan, mint ahogy hozta a többieket. Hát ez nekem egy külön élmény, így hát a kinder figurákról egy pár darab dolgot mondanék el történetileg. 1974-et írunk, amikor egy olasz cukrász megálmodta és megvalósította a kinder tojást. Ő nevezte el kinder tojásnak, de németül ugye kinder gyermeket jelent, viszont a németeknek semmi közük sincs ehhez a kinder tojáshoz, tehát olasz találmány. Na hát kezdetben a kis figurákat kézzel festették meg, hát nagyon szépek voltak, tetszetősök, és ment is a vásár oly erősen, hogy nem győzték már festeni. Ebből kifolyólag többször ugye csináltak kisebb hibát, vagy a szem kancsi volt, vagy a cipőfűző maradt el, vagy egy gombbal több vagy kevesebb tevődött rá. Na hát ezek lettek az érdekességei a gyűjtőknek, mert erre nagyon odafigyelünk, és ugye ezek úgy mind változatosság begyűjtődik a mi gyűjteményünkbe. Igen, de olyan volt a kereslet, hogy már nem győzték kézzel festeni, így hát gépre tették ezt a figurákat, és préselni kezdték. Na akkor már a varázsát elvesztette ez az egész kinder figurai dolog. Ez rövid időig tartott addig, mert kitalálták, hogy ezeket szét kell szedni, és majd aztán a kisgyermek összerakja. Hát ez nagyon jó találmány volt, mert itt lehet látni a vitrinekben az elsőt, ugye a festetteket, majd a préselteket, és majd amit ugye össze lehet rakni. Igen ám, de milyen a kereskedelem, milyen az emberi ész, nem elégedtek még a festéssel, az egybe, a szétrakóval, hanem akkor kezdték variálni a dolgokat, így hát ezeket a figurákat megcsinálták, spiáterből, tehát fémből is különböző katonákat, hadseregeket, és utána fából is alól lehet látni egy pár darabot, fából, annak nem volt olyan nagy sikere, fából, majd aztán jött a szegényebb, variánsabb világ, amikor ilyen különböző papírokból kezdték őket gyártani, és akkor jött egy másik ötlet, a pázél, tehát ilyen 10x8 centis kis kockák, amiben ki volt vágva 15-20 darab ilyen pázel, és azt kellett kirakni.
Ez megint érdekes volt a mi szemszögünkből, akik ugye mi vásároltuk ezeket a tojásokat. Feleségemmel, mikor elmentünk, akkor versenyeztük, elvettük a tojást, és megráztuk, hogy ne ebben mi van, katona van-e, vagy jobban, könnyebb, jobban szól, akkor már, vagy tompábban, akkor már karton van benne. Tehát ez mind vásárból, ez egy külön érdekesség. Sokan megkérdezték, hogy honnan gyűlt össze ennyi kinder figura. Hát ugye a felnőttnek van gyermeke, a gyermeknek van unokája, gyermeke, vagyis unokája nekünk, így hát amik ebbe benne vannak, ott hátul, na azt mind az unokák fogyasztották el. Na aztán besegítettek régi gyűjtők, úgymond, akik gyermekkorukban úgy gyűjtötték, volt nekik egy pár száz darab, de utána az ilyen cipős dobozba került, vagy ágy alá, vagy kamrába, vagy vadlásra, és mikor látták, hogy itt, ugye, hogy mennyi van, na hát így megkaptam ezeket a darabokat. Úgyhogy így gyűlt össze ez a kinderbarlang, kindergyűjtemény, és az első vitrínben a legrégebbi festettek vannak, és így, ahogy megyünk körbe-körbe, fiatalodik még, úgy egészen a napjainkig. Itt egy félig teli vitrín van, ide még következik, hogy még ide behozzanak, minden még ugye gyűjtsünk még továbbá. Tehát összességében olyan 22 ezer kinder figurát adtak ki jelenleg, amiből itt mostan 7,5 ezer darab van, tehát lehet megnézni. Tájainkon a valóság elfogulatlan vizsgálatát célzó történelemkutatás, mely nem egy előítélet alátámasztására keres újabb érveket, hanem egyszerűen a tényekre kíváncsi, még mindig elég kezdeti stádiumban létezik. Aminek előnye az, hogy némely kutatási eredmény annyira szokatlan és új, hogy már-már nincs vele amit kezdeni, s a szakemberek szűk körén kívül nem is tud róla senki. A nagy közönség többnyire arról értesül, amit nagy dobra vernek. De ha egy nagy jelentőségű régészeti felfedezést nem vernek nagy dobra, hanem diszkréten visszatemetnek, akkor a nagy közönség egyet tehet. Jobb időkre vár, egy boldogabb korra, amikor egy-egy nagyobb horderejű felfedezés valóban közkincsé lesz. Ma a Műemlékvédelem világnapján az Arad megyei Szépfalu közelébe hívnak az Erdély régi templomai rovatunk alkotói, ahol a benedekrendi apátság templomának romjai ma is láthatóak. Ezelőtt a kereszténység felvételét követő első századokban nagyon sok kolostor létesült országszerte. Királyaink alapították, illetve példájukat követve a gazdag főurak létesítették ezeket birtokaikon, ellátva őket megfelelő jövedelemmel is. Csupán csak a Maros alsó folyása mentén, Arad és Lippa között mintegy tucatnyi ilyen kolostort említenek a korabeli oklevelek. A legelsők egyike volt a bizerei apátság is. Aztán jött a török, és legtöbbjének nyoma sem maradt. A bizerei kolostor felfedezése a 2000-es évek elején félig meddig a véletlen műve volt. A török hódoltság utáni első térkép ugyan egy kolostorra utaló bejegyzés a Maros egyik nagyobb szigetén, de hát a Maros errefelé gyakran változtatja a medvét. És volt a mai szép falu határában egy jókora régi falmaradvány a mező közepén. Ennek imád napjainkban a régészek...
akkor itt időnként legelnek a juhok is. Hát legelnek, látszik, hogy... Hát majd egy kicsit így erre megyünk, ahol nem olyan nagy a sár. Ez egy szerszámos kamra. Volt, itt tartották a régészek a... Kérem szépen, mit ástak itt? Nem látok hát semmit. Nem, itt, majd megyünk. Műemlék. Hát a kút, a monostornak a kútja, az még a felszínen van, a többit már visszatemették. Egy kicsit közelebb megyünk, akkor onnan majd látjuk körülbelül merre volt a monostor főépületei, vagy épületcsoportok hol voltak. A fák mögött folyik a Maros, valamikor a folyó szabályozása előtt a Maros és az egyik ága, ez itt egy szigetet, egy ilyen fekvő félhold alakú szigetet képezett, annak vagyunk mi a keleti csücskébe. Hát onnan majd egy kicsit messzebbről majd látni fogjuk, azért kivehető a régi Maros ága, még a feltöltés után is. Tetszett említeni a műemléket? Hát műemlék, a föld alatt van a műemlék. Ami látszódik, az a, mondom, a kút. Ott érződik azért, látszódnak a halmok, ahogy volt ásva. Itt egy falunak a házait is láttam. Igen, hát a szép falu. Ez későn már a Bizere, a kolostor, a Bizerei kolostor, így jelenik meg az iratokba, az írásokba. Egy 12. század legelején alapíthatták, vagy akkor kezdték építeni. Bencés monostor volt, Biszra, Bizere néven jelenik. Az oklevelekben ilyen néven szerepel. Hát az első említése későn, 1183-ban történik, ekkor már a Maros mentén kialakult egy monostorlánc. Hát 13 monostorról vannak ebben az időben már írásos adatok. Ez is a régi kolostornak egy... Nem, ez a kútnak egy része. Ezt úgy kell elképzelni, körülbelül ahogy ez a tető is áll, ez egy tömör, téglából épült torony. Úgy egy toronynak képzelhetjük el, valószínűleg egy a 3 méter magas volt. Ez egy tégla épület, vagy kocka torony. Igen. A közepén ment keresztül a kút. Fönt volt valamilyen felvonó szerkezet, és a kútház. Ezt valószínűleg lépcsővel, valami falépcső vezetett föl. Hát ez ásott kút volt, tehát az ivóvíz minőségét védte a torony, az ártól is védte, és hát lefele mélységben, körülbelül 3 méter is sikerült leásni, akkor már a vízbeszivárgások miatt abba kellett hagyni a kutatást. Tehát lefele is szűrte, egyszerűen szűrte a vizet. Meddig működött itt a kolostor? Lakott a kolostor, 1522-ből van az utolsó adat, amikor még apát és egy szerzetes. Ezután valószínűleg ők is elhagyták a... Hát akkor már kezdődött a török hódoltatta aradot, valószínűleg nem sokkal ezután ők is elhagyták, vagy elmenekültek a kolostorból. A török elől valószínűleg. Hát valószínűleg a török elől. De... És azóta itt minden pusztulásnak indult. Hát pusztulásnak indult. És azért került a föld alá. Menjünk oda egy picit a táblához, egy kicsit kopott már úgy, ahogy. De mikor ástak itt? Hát itt a 80-as években egy ilyen kutató, szondázó ásatás volt, és akkor 2000-től kezdtek rendesen, szisztematikusan éven. Kb. 10 évet ástak itt. És mondjuk úgy, hogy a 60%-a körülbelül megvan ásva. Persze azonnal be is temették. Ugye? Azonnal be is van temetve. Hát itt onnan, ugye azért, ha úgy nézzünk, ottan látszódik egy olyan mélység, ott volt a Marosnak a keleti része a volt szigetnek, ott ment a Marosnak a... És akkor ha északról innen elindulunk, akkor látjuk az apátúri palotát, itt mutatom a képen, az apátúri palotát, a templom, és az apátúri palota között későbben építettek egy
kápolnát, az a kisebbik, igen, látszik. A templomról még mondjunk annyit, hogy bazilikás elrendezésű, hosszú, szentélyű szerzetesi templom, ami megint nagyon érdekes, hogy a főszentélynek a keleti záródása az csak nem egy rotondát alkot. Ilyen kör alakú. Kör alakú, csak nem rotonda. Ez a refektórium, a közös étkezde, és egy zárt udvar kötötte ezt a kettőt össze a kerengővel, és hát körülbelül ezután, ennek a déli részén következtek a vízigényesebb helységek, a konyha, bizonyára mosoda is volt. A templom az hol állt, itt ezen a mezőn? Hát a templom az körülbelül, menjünk egy kicsit odább, hát ez a nagy domb takarja ez körülbelül. Alatt, ez a nagy domb takarja körülbelül a templomom. A templom kápolna részt, és hát már erre itten már a refektórium fele is vagyunk erre. Tehát körülbelül az a domb. Esik az eső. Most már esik hideg az eső. Is van. Még egyetlen kérdésem lenne. Mit találtak itt, amikor felásták a templomot, a kolostort? Amit itt találtak, hát a mozaik, az a híres, a tetőről híres bizere, a bizerei mozaik, ezt majd látjuk sajnos már csak képekről a múzeumban. Hát egy picit visszamennénk. Igen. Hát a nagy mozaik, két mozaik. Mozaik padlót. Padlót, padlómozaikot találtak, két töredéket, az egyik a hajónak a nyugati záródásánál, tehát a nyugati részén, itt, valahol, igen, úgy, és a kisebbik mozaik az a déli mellékszentélybe volt, erről híres. Ilyen középkori, 12. századi figurális motívummal készült, hogy nincs Közép-Európában, még nem találtak. A múzeumba bevitték a mozaikot, vagy nem, csak a fényképet? Csak a fényképet. A mozaik az le van temetve, el van temetve, kétszer már kiásták, kétszer visszatemették. Hát a mozaikot egyelőre a föld az, ami a legjobban védi, úgyhogy ott van. Itt van akkor a lábunk itt van, alatt? Itt van a lábunk alatt. Hát akkor talán menjünk és menjünk, nézzük meg a múzeumban, hogy nézett ki. Tehát akkor ez az a terem, ahol a bizerei ásatásoknak a leleteit kiállították. Igen. Hát, mit lehet látni? Hol kezdjük? Kezdjük ezen a részen, ez egy rajz a kolostor keringőjének a rekonstrukció rajza. Itt szembe, hát körülbelül így nézhetett ki, a talált faragványok alapján állították össze, töredékek, hát minden töredék, nagyon töredékes, amit megtaláltak, hát kőbányának használták a monostort talán két évszázadok. Ez egy abakusz, egy fejezett lap, hát körülbelül ez, már 12. században épült, mind románkori. A templomot nem építették át. Hát ez egy oszlop fejezet, egy oszlop fő, ez nem az eredeti, ezt a Gyulafehérvári Egyetem történész hallgatói rekonstruálták. Elég kisméretű végül is. Kisméretű, hát ez a kerengőnek a része lehetett, a kerengőből lehetett egy rész. Egy apró, de nagyon, hát egy kedves. Ez egy sólyom fej. A szeme, a csőre. A szeme, csőre, nem tudom, mit díszített, egy kis apró kedves. Csak érdemes azért megnézni, mert ez már egy emberi arcokat, vagy emberi fejt formázó. Töredék. Töredék, hát nagyon töredékes minden, amit találtak. Kérem szépen, elképzelhető, hogy Szépfalu régebbi házaiban
hogyha lebontanák őket, akkor még egy csomó ehhez hasonló követ találnának. Hogy lehet, hogy találnának. Amit mondjuk a legenda, vagy egy ilyen kering arra, hogy a sződi malmot építették. Hát a kolostor köveiből ott van a legközvetlen közelbe, viszont a sződi malom sincsen már meg, úgyhogy... Az, ami történt? Hát Maros... azt is lebontották, eltűnt, nem tudni. A 18. századi térképeken még jelzik a sződi malmot, hogy mi lett vele. Én nem tudom. Itt ezek a legtöbb része sírlelet. Ja, értem. Tehát ott a környéken felásták a templom környékét, mert régebb oda temetkeztek. Hát oda temetkeztek, először kezdték tehát a templom és az apátsági palota közötti részen a szerzetesek temetkeztek, és hát ettől valamivel kívül, a főépületektől kívül a lakosság temetkezett. Mit találtak? Valószínűleg egy párta nyoma látszódik egy kislány koponyáján. A gyűrű az nem sírlelet, hajkarikák, ezek a legrégebbi sírokból. Ezek a híres... Ez az esvégű karikák, igen. Ezek azok. Ezüst karikák, ezek a legrégebbi sírokból valók, tehát még... Hát már templom mellé temetkeztek, de még ékszerrel. Valószínűleg, hogy a bizerei bencéseknek még térítő tevékenységet is kellett folytatniuk. Ez egy pásztorbot, egy valószínűleg apáti pásztorbotnak a felső végének a legvége. Valamilyen fémből? Bronzból van. Tátott szájú sárkány kígyó fejet formáz. Ez nagyon, hát ennek nagyon jó analógiái vannak nyugatról a 12. századból. Itt a szomszéd itt pénzeket látunk. Ez is onnan került elő a onnan, kolostor. Vannak sírból előkerültek, és második Istvántól egészen Mátyás, legalábbis Hunyadi János koráig vannak, Zsigmond idejéből is. De hát ez a legbiztosabb bizonyítéka, hogy meddig használták a kolostort. A kolostort. Például a refektóriumnak az eredeti padlója alatt II. Béla 1141 évig verethez került elő. Ebben lehet keltezni a refektóriumot, hogy vagy aztán építették, vagy akkor fejezték be. Itt a vitrinek fölött látjuk a híres bizerei mozaiknak a fényképét. Igen. Erről, hogyha egy pár szót tetszene mondani. Hát, ez a nagy mozaik, ez egy körülbelül 4 méter szer 1,5 méter töredék. Ez a templom nyugati részén volt. Ez, majd itten látunk kicsi apró tesszeréket, amiből készült a mintázata a legjellemzőbb, a 12. századi ilyen tesszerés modellet, tehát mintás mozaik nem került elő. Hát, hogy nem került elő? Nincs tehát... Közép-Európában. Ilyen fantasztikus állatok, majd a rendes képeken jobban meg lehet látni. Hát ez tényleg egy keresztény jelkép, egy ragadozó madár, egy halat marcangol, vagy tart a csőrébe. Indák, a különböző inda minták, ez talán egy disznó. Hát ez egy valószínűleg egy valamilyen vízi szörnyecske látni. Hát ez alapján megpróbálták még a zodiákus alapján is értelmezni, mert hát a Capricornusra hasonlítana. Valószínűleg észak-itáliai mesterek, vagy a minta, vagy a maga a minta onnan került ide.
Ez egy nagyon érdekes szörnyecske, egy ló vagy szamár lábakon emberi test és egy kutya fej. Ilyen fantasztikus szörnyalak. Fantasztikus szörnyalakok. Én tetszett mondani azt, hogy észak-olaszországi hasonló vagy műhely. Hát a Bizánc hatású. A legtöbb kövecsket az a marosból, kavicsból van. Csiszolták? Ezt vágták, törték. Nagyon, például majd jobb képen lehet, hogy jobban lássuk, nem törekedtek mélységre, tehát perspektívát nem igyekeztek, laposak a képek. Viszont nagyon-nagyon vigyáztak arra, hogy a színek, az árnyalatok képesek voltak, tehát kavicsokból szint összerakni, árnyalatok szerint kavicsokat törtek föl, és nagyon sok, ami marosi kavicsból van. Tehát az anyag, a legtöbb anyag, hát az innen, helyben dolgoztak, helyi anyagból. Az, ami itt látható, tetszett mondani, vissza van temetve? Vissza van temetve, mind a kettő vissza van. Miért döntöttek így, hogy inkább visszatemetik? Hát ez volt akkor a legkézenfekvőbb, nem lehetett, akkor még nem volt róla szó, hogy egy régészeti parkot vagy valamit sikerül belátható időn belül létrehozni, és hogy ennek megfelelő körülményeket teremteni. Egy részét csak kiemelték, és elhozták ide, hát itt... Hát ezek nem kiemelt részek, ezeket úgy darabokba, tehát apránként... Szétszórva találták. Ezt valószínűleg a maros áradásakor, tehát nem valószínű, hanem látszódott, maros áradása mosta el, és hát itt egy kicsit megpróbálták rekonstruálni, vagy hogy körülbelül tényleg hogy nézett ki. Hát ezek voltak a teszerék, mondjuk vegyünk innen egyet, meg egy másikat, ezek jól látszik, hogy tehát egész egyszerűen kavics. Ez például, ez látszik, hogy egy kavics. Így föl voltak törve, ugye? És akkor a ragasztóanyagba, tehát malterba, vagy bele voltak helyezve, és így volt kialakítva a minta. A templomnak a padlója. Hát a templom padlója az idővel a temetkezések miatt sérült, mert vannak helyek, ahol a föltört mozaikot már kvarcit lapokkal, téglákkal pótolták. Halászat volt, ugye ott a maros villa használati eszközök. A monostort legalábbis a kerengőnél volt festett fal, tehát azok már freskó maradékok. Jó, falfestmény. Falfestmény. Csak színek látszódnak. Ezt a kerengőnek a padlóján találták, tehát eredeti pozícióba valószínűleg a fal festett volt. Lehet, hogy a máshol is, tehát nem kerültek elő. Az egyiken egy nagyon, nagyon gyenge egy vonalacska, egy ilyen homorú vonal látszódik, valószínűleg egy ruha, az alja, vagy valami. Valószínűleg, hogy figurális festmények is, vagy falfestmények is voltak a kolostorban. Értem. Kérem szépen, a benedeklendiek életmódjáról, mindennapjairól lehet tudni, például azt a halászhorgot, vajon szerzetes használta, vagy voltak nekik munkásaik? Hát valószínűleg maguk a szerzetek is dolgoztak, hiszen a regulában benne van, hogy ők is dolgozniuk kell. Hát, nagy horgok, én nem értek a halászathoz, de ez nekem nagyon tetszik. El lehet gondolni, hogy milyen nagy testű halak úszkálhattak akkoriban a Maroson, ha egy olyan horogra volt szükség, ugye? Hát ezek itt látszik tényleg, kis kapa, azok kés. Szóval azért kérdeztem, hogy ezt a sok szerszámot a szerzetesek is használhatták. Hát a kolostor területén, tehát ami föl van tárva, az maga a kolostor fő épülete is, hát vannak a kiszolgáló részek is, de
tehát valószínűleg olyan helyről kerültek elő, ahol a szerzetesek is jártak, éltek. Nyílhegyek, nagyon sokat találtak a Kolostor területén, mit jelent, rengeteget. Hogy ostromolták volna? Ostromolták, hát tulajdonképpen kétszer megostromolták, egyszer kirabolták a csanádi püspök emberei. Tehát egyházi emberek között is voltak volt, ilyen konfliktusok? 1235 előtt történhetett, abból az évből van már pápai levél, ami elmeséli a történteket. Hát valószínűleg megszenvedte a tatárjárást. Milyen mértékben, nem tudni, nincsenek adatok. A régészeti feltárások sem tudnak pontos választ adni erre. A rétegek rettenetesen, hát hogy kitermelték a követ a rétegek, olyan fel... Megbolygattak, vannak égésnyomok, omlásnyomok, sok, de hát az pontosan a mikor tatár, történt? Vagy a tatár, vagy a, ez a támadások melyikéből származik, nem tudni. Tehát a viharos történelme volt a Kolostornak, látszik, hogy ott a egy koponya és egy nyílhegy áll ki belőle. Hát ez, a nyílhegy az mondjuk a kiállítás kedvéért került oda, de valóban halálos sérülést, tehát egy nyílhegy okozhat a halálát a, az illetőnek. Az illetőnek. Tehát nem most furták a lyukat oda? Nem, nem. Értem. De a hátul is látszik egy ütésnyoma, tehát valóban támadásban halhatott meg. Kérem szépen, ha jól értettem, ezt 2000-ben, 2001-ben kezdték ásni, és találtak ilyen csodálatos dolgokat. Akkor ez elképzelhető, hogy itt Arad környékén még van egy csomó felfedezetlen dolog? Nagyon sok dolog van. Rögtön itt mellettünk nem messze van Maroseperjes, az is Bencés Kolostor volt, tudjuk. Bulcs. Bulcsot egy, azért ásták egy kicsit, nem tudni pontosan mit. Szóval nem tudni pontosan, hogy, hogy volt a, milyen volt a, nem, nincs teljesen föltárva. Mint mondtam, 13 Kolostorról tudunk. Talán az idén meg ez a szondázó ásatás talán lesz DNS monostorhoz, az nem tartozott a marosi, tehát közvetlenül a maros melléki monostorokhoz, viszont olyan szép volt, hogy már akkor a, például Imre királynak feltűnt a szépsége. Nagyon érdekes dolog, hogy egy királyi oklevélbe belefoglalják, hogy a szép meg, szépen megmunkált díszítésű templom. Ez nagyon ritka, hogy egy oklevél az adott jogi problémán kívül ilyesmire kitér. Tehát talán lesznek szondázó ásatások, a faragványok gyönyörűek, azokat megtalálták a Borosjenői várba beépítve őket. Tavaly ősszel, augusztus-szeptemberben a legtöbbet kiemelték, viszont még nagyon sok van a nyugati bástya, tele van velük, megpróbálják az idén azt is, úgyhogy talán egyszer majd arról is csinálunk egy felvételt, vagy egy filmet készítünk, az egy gyönyörű monostor. Köszönöm nagyon szépen! Ezzel véget ér a magyar adás első része, 15 perc múlva újból jelentkezünk az És azt tudta rovatunkkal, majd Bács Miklós színművésszel Szilágyi Ildikó beszélget. Várjuk visszanézőinket!
Köszöntöm újból a Magyar Adás nézőit. Műsorunk második részében jelentkezik És azt tudta rovatunk, majd Bács Miklós színművésszel beszélget Szilágyi Ildikó. Találkozásuk apropója a színész édesapjának, Bács Lajos karmesternek és zeneszerzőnek a születési évfordulója, amelyre évelején a bukaresti Balassi Intézetben is megemlékeztek. Jakabfi Tamástól ma megtudhatjuk, hogy honnan ered a kára benzinért szólásunk. Higgyék el, bonyolultabb, vagy talán egyszerűbb, mint gondolnánk. Kevés szólásunk van, amelynek név szerint ismerjük a szerzőjét. Ilyen szólás az a nyilvánvaló hiába valóságra sajnálkozva legyintő mondat, hogy kára benzinért. Nos, 1913-ban az Aradi Közlöny Tarkaságok című rovatában jelent meg egy Makón esett történet. Eszerint egy kávéház teraszán nagyobb társaság értett éppen csalhatatlanul a politikához, amikor egy elegáns autóból karcsú, magas fiatalember ugrott ki, és a társaság egyik tagjától megkérdezte, erre visz az út Aradra. A megszólított, történetesen épp a liberális konzervatív és feltétlenül monarchista Tisza István egy lelkes támogatója megmutatta az irányt. De amikor a fiatalember visszaszállt az autóba, azonnal felismerte benne Károlyi Mihályt, a későbbi első magyar köztársaság elnökét, az úgynevezett Vörös grófot. Izgatottan mondta a társaságnak, látták, Károlyi Mihály gróf megy Aradra. Aztán lekicsinlő legyintéssel, hamisítatlan zsargonban mondta Schad van Benzin, vagyis kára benzinért. Később a magyar zsidó nyelvész professzor Scheiber Sándor révén sikerült kideríteni, hogy a lelkes tiszapárti Grósz Henrik makói exportőr volt külkereskedő. Ő tehát a kára benzinért szólás atya. Egy művész család esetében mindig érdekes, hogy a gyerek követi-e szülője példáját, illetve hogyan alakult az apa-fiú kapcsolat. Bács Lajos neve elsősorban a hazai zenei világban ismert, míg Bács Miklóst az erdélyi színjátszás egyik kiemelkedő egyéniségének tartják. Miklóssal nemrég beszélgettünk a 2015-ben elhunyt Bács Lajosról, szellemi hagyatékról, szülő-gyerek kapcsolatról, művészi alázatról, életüket meghatározó helyekről, hivatásról. Bács Lajos 1930. január 19-én született a Hunyad megyei Petrilán. Zenei tanulmányait szülővárosában kezdi, középiskolai tanulmányait Petrozsényban végzi, és fiatalkora ellenére beválasztják a Julius Horácsek vezetésével működő Városi Szimfonikus Zenekarba. A Kolozsvári Konzervatórium hallgatója 1948 és 1951 között. Vezénylést ösztöndíjasként a moszkvai Csajkovszki Konzervatóriumban tanult. Párhuzamosan filozófiai tanulmányokat is folytat a Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán. 1957-től a Román Rádió zenekarának hegedűse, majd 1958-tól 1991-ig nyugalomba vonulásáig a Román Rádió stúdiózenekarának, később a Rádió kamarazenekarának karmestere és művészeti igazgatója. 1966-ban megalapítja a Musicare di Viva régi zene együttest, amely elsőként az országban reneszánsz és barokk műveket játszott korabeli hangszereken. Szenvedélyes és kiváló kutatóként több száz éves partitúrát fedezett fel a levéltárakban porosodó erdélyi kódexekben. Bács Lajos repertoárja felüleli az zenei irányzatokat, a reneszánsztól a barokk, klasszikus, romantikus korszakokon át, a stílusirányzatokban rendkívül gazdag és változatos 20. századi modern zenéig. A rádió szalagtára számtalan hazai kortársmű felvételét őrzi, amelyet először Bács Lajos szólaltatott meg. Zeneszerzői munkássága sem elhanyagolható, több műfajban alkotott, vokálszimfonikus művek, zenekari művek, kamarazene, kórusművek. Egyik legjelentősebb műve a Márton Áron mise. Stop. In fuga, demokrácia este mult mai szesizabilă cambiat. Da?
Aici nu sunteți iar altul. Aici sunteți iar întâia cu clipa în care intrați cu tema. Deci mai plinuți, da? Mai plinuți iar. Poftim! Bács Lajos kimagasló egyénisége meghatározó módon befolyásolta a bukaresti magyar közösség szellemi életét is. A Balassi Intézetben a 2015-ben elhunyt karmesterre emlékeztek pályatársak, barátok, családtagok. Vendég meghívott a közreműködésével Verona Mayer zongoraművész és André Kivu Gordonka művész, Bács Lajos adagioját, valamint Kodály Zoltán, Liszt Ferenc és Rózsa Miklós műveket játszott. Az emlékkoncert után Bács Miklós színművésszel beszélgettünk a mesterről, családi örökségről, szakmai alázatról és hűségről. Köszöntöm a magyar adásban Bács Miklós színművészt, egyetemi oktatót. Azt hiszem, hogy elmondom, hogy tegezni fogjuk egymást, hisz hál' Istennek személyesen is van egy kis ismerettség közöttünk, és nem is akármilyen személy kapcsán, hisz ugye Bács Lajos mind a ketten ismertük. Te nagyon jól, ugye magától értetődően. Nem is olyan biztos, mert erről akkor beszélünk még. Mert hogy ugye a fia vagy. Én meg azt hiszem, hogy ajándékként kaptam a sorstól, hogy egy icipicikét közel kerülhettem hozzá az emberhez is. Ludovik bácsként került ő tulajdonképpen bele a román zenei köztudatba. De azért ő mindvégig romániai magyar értelmiségének tartotta magát. Jól mondom? Igen, ez egy tény, tehát gondolom, hogy talán a zenészeknek még könnyebb, hogy ne kelljen magyarázzák a nemzetiségüket, mert ugye egy olyan nyelvet beszélnek, ami nemzetközi. De nem csak számára, hanem az egész család számára meghatározó volt a magyarságunk, csak más megnyilvánulási formában talán. Nem olyan hangosan, vagy nem olyan nyilvánvalóan, vagy nem olyan felszínesen, hanem valahol sokkal mélyebben. Hogyan őrizzük mi az utókor az ő emlékét? Mert ugye most már másfél éve nincs közöttünk. A fiatal generáció mennyire ismeri Bács Lajost? Hát én ezt nem tudom felmérni, nem... Sokszor meglepődöm, hogy bizony a fiatalabbak is legalább hallottak róla, és ez valóban érdekes, mert vezényelni már nem láthatták. Tehát gondolom, hogy kizáróan a rádiófelvételekből, amiket még bead a rádió, onnan ismerhették. Amiben tulajdonképpen ő rekordot döntött. Igen, igen. 55 évet volt karmestere, ugye ott a rádiózenekar? Most nem tudom kiszámítani, 56-tól vagy 57-től tagja a rádiónak. Igaz, hogy amikor elvégeztem Moszkvába az egyetemet, akkor a kihelyezésnél nem volt karmesteri állás, tehát be kellett üljön a zenekarba, amit szívesebben vállalt, mint egy irodai munkát, akkor felajánlották neki, hogy hát ugye... moszkvai diplomával még nincs üresedés karmesteri állásba, de elfoglalhat egy helyet egy irodába, és addig, ameddig majd kiürül a pulpitus, ameddig meghal az előző, borzasztó, ugye? Így van. Az élet így megy tovább most is. Addig az irodában folytathatja a munkát, és akkor azt mondta, nem, nézzék, én mégis zenész vagyok, úgyhogy inkább beülök a zenekarba, és játszom a hangszeren, mint hogy egy irodába üljek. Úgyhogy violán kezdte a zenekarban, és ez gondolom, hogy a hangulatnak is sokat számított a zenekar keretén belül, gesztus is volt, bár ő nem azért tette, hanem nyilvánvalóan a zene szeretetért cselekedett így. De gondolom, hogy egy jó kezdés volt. Ez minden olyan művészeti formákban, ahol a társulat fontos, és ahol egy közös alkotás van, ott azért ezek a státus harcok mindig megvannak, rendező, színész, karmester, zenekar, koreográfus, táncos, stb. És gondolom, hogy ez már egy jó kezdet volt, pályájának egy jó kezdete volt. Mert máshogy értékeli a hangszeres ezt a gesztus, és azt, hogy a karmester egyáltalán tud azon a hangszeren játszani. Ugye, úgy, ahogy egy színész rendező valamivel több, mint egy egyszerű rendező. Alázatos volt a munkájával szemben, és legalábbis én így ismertem őt meg, és nagyon szerény. Nagyon szerény volt, ez valóban egy példakép számomra is. Nagyon szerény volt, de azért is, mert... De komik is volt, azt hiszem, ami a munkát illeti.
Konok volt, és olyan tökéletességre vágyó, ami néha nagyon nehéz, néha nagyon jó. És ezt a konokságát és ezt a tökéletességre való igyekvését maga a szakmája is megkövetelte, mert egy rádió karmester az azért több, mint egy koncertkarmester, egy teljesen más foglalkozás mondhatnám. Ugyanis a felvételeken nem engedhetsz meg magadnak olyan lezserségeket és olyan könnyedségeket, ami egy koncerten előfordulhat, elmúlik a pillanat művészete. A felvételeken minden megmarad, és ott viszont egy olyan precizitást igényel a karmesteri szakma, amit egy koncertkarmester mellőzhet. Ami néha jól jön, és máskor bizony hiányzik ez a pontoság, neki ez megvolt. És a szerénysége abból is fakad, hogy gondolom én, hogy a környezet is, amiből jött Petrilából és a bányászvidék, ott azért az értékek azért nagyon tiszták voltak. Nagyon családszentékos volt, így van-e? Legalábbis kívül. Így van, így van. Tehát mind a kettőt látszott. Tudta valahogy egyeztetni, és ez is azért volt, mert az ő családja is egy olyan értékeken alapult, olyan régi családi, családközpontú értékeken alapult, amit ő tovább vitt, és ami természetes volt számára. És ugyanakkor valahol úgy éreztem mindig, hogy egy mencsvára volt a család, tehát az egész művészetének, még akkor is, hogyha nem szentelt talán annyi időt, amennyit mi szerettünk volna gyerekek ránk, vagy a családra, de és ez azért volt, mert otthon is rengeteget dolgozott, rengeteget dolgozott. És akkor te jó támasz édesanyád, mert ez így van, meghatározó. Így van, így van. De azért azt érezni lehetett, hogy enélkül a család nélkül ő nem tudott volna mozogni. Tehát neki ez egy biztos tudata és mencsvára volt, ahol mindig vissza tudott húzódni, és mindig megélni az ünnepeket együtt lenni. Ez nagyon fontos volt számára. És két fia van, egyik sem zenész. Hát egyik sem zenész, pontosabban az egyik teljesen nem zenész, ez vagyok én. És a bátyám, aki máskülönben kémikus mérnök, az viszont egy nagyon jó csellista. Úgyhogy nem merném azt mondani, hogy egyik se. Nem de azért nem hiszem, hogy zongorázni nem kellett megtanuljál. Hát nálam ez így komplikáltabb volt. Lévén, hogy szerette volna édesapád, csak jaj, nem persze, ment, gondolom mind a ketten ilyen. Szerették volna, meg is próbálták, zongorával és hegedűvel is kínlottam egy ideig gyerekkoromban. Nem volt rá hajlamom, és ezzel az úgy megmaradt, most is borzasztóan komplexált vagyok a zenével kapcsolatban, meggyőződésem, hogy botfülű vagyok, hogy nem tudok énekelni, aztán mindig az egész úgy tűnik, mintha megjátszanám ezt, mert amikor már elkezdek énekelni, akkor azok, akikkel dolgozom, zenészek, azt mondják, hát azért nem is vagy olyan, na szóval tudsz énekelni is. De úgy látszik, hogy ez annyira belém ivódott gyerekkoromból, hogy nem ütöm meg azt a nívót, amit ők, mint szakmai, mind a két szülőm zenész, hogy valahol abba hagyták. Második gyerek is voltam, amikor én születtem, édesapám már itt volt, itthon volt, amikor a bátyám született, ő még Moszkvában diák volt, úgyhogy tulajdonképpen az első csecsemő és az első gyerek az én voltam, úgyhogy nekem egy olyan kiváltságos helyem volt a családban. És hát nem kínozott, ha látta, hogy nem akarom, akkor ugye a gyerek, hát ne kínozzuk, és hagyták, amit most bánok. Meg kell valljam, hogy most bánom. Mert lehet, hogy akkor egy határozottabb fellépés most bánom, de ez így kellett legyen. Beszélünk egy kicsit odébb arról, hogy akkor te ezt hogy csinálod a saját gyerekeddel, hogy erőt próbálsz? Ugyanazt megpróbál, pont ugyanazt a forgatókönyvet megpróbáltam végigjárni, és ugyanazzal az eredménnyel, tehát sikerült eljesztenem a zongorától, bár én ügyesebb voltam, mint apám, mert 8-8-ig megküzdöttem a harcot, tehát azért 8 osztályi zongorát elvégzett a lányom. Minden ember életében meghatározó nem csak a család, honnan indul el, de a városok. Vács Lajos Petrilla, akkor Kolozsváron végzett, akkor Bukarestbe került. Mégis, nagyon gyakran szerette magát kolozsvárinak érezni. Igen, ahogy ő mondta és ahogy ő vallotta, soha életében nem szokta meg Bukarestet. Tehát tulajdonképpen a bukaresti
élete az nem az ő választása volt, hanem abban az időben megszokott kihelyezés eredménye. Tehát ő Moszkvában elég sokat, tehát ő 5 évet volt Moszkvában, és az egész egyetemit ott, egyetemi tanulmányit ott végezte, és amikor elvégezte az egyetemi tanulmányokat, akkor az állam hivatalosan kihelyezett egy munkahelyre. Ez volt a bukaresti rádiózenekara, tehát ott nem volt, nem mondhattad azt, hogy passz, vagy nem akarom, vagy nem szeretném. Viszont ennek van egy érdekes vetülete, és amit magamban is néha felismerek, sokszor vallotta magáról, hogy szakbarbár volt. Néha pozitívan, néha negatívan, de úgy mindig beismerte, hogy az életét meghatározta a zene, és olyannyira, hogy néha, bár nagyon kíváncsi volt, és nagyon olvasott volt, tulajdonképpen ő filozófiát is, hát nem végezte el, de Kolozsváron, amikor megkezdte a tanulmányait, akkor egyszerre a bölcsészkaron is diák volt, 2 évig, 1,5 évig, és a konzervatóriumban is. Azért is, mert nagyon érdekelte a filozófia, azért is, mert otthon nem merte megmondani, hogy egy ilyen lezüllött pályára lép, mint zenész, ami Petri Lán természetesen a kocsmai hegedüst, meg a láb alá való húzó muzsikust jelentette, tehát egy nagyon-nagyon alsó réteget. És akkor otthon nem vallotta be, csak azt, hogy a bölcsészkaron diák. Tehát nagyon olvasott volt, és nagyon nyitott látókörű, de a zene az, az valahogy, és ebből a szakbarbárságból kifolyólag szerintem majdnem mindegy volt, hogy, hol élt volna. Mindegy volt. Tehát annyira benne volt a munkájába reggeltől estig és estétől reggelig, hogy... De én nem hiszem, hogy neki így szakmai csalódásai nem voltak, vagy lehet, hogy... Jaj, dehogy nem. Csalódás is, és elégedetlenség is nagyon-nagyon sok volt. Beavatott titeket ezekbe, vagy azért úgy távolodott? Hát a gyerekeket nem, de hát ők ketten azért ezt megtárgyalták, és néha az ember érezte, hogy elégedetlen, hogy nagyon sok mindennel kellett megküzdjön. Például nem vezényelhetett Bartokot, ami egy életen át kínoszta és gyötörte, és sőt, olyan helyzet is volt, amikor például a plakáton 2 magyar név, tehát a karmester és a szólista nem jelenhetett meg. És kompromisszot között, hogy a bácsot úgy írják, hogy rendesen kimondják. Ez nem azért kötötte, ne, igen, szóval az is egy magától jövő dolog volt, mert az elején, amikor mindenhol Bucksnak olvasták, akkor azt mondta, nézzék, hát akkor írják CI-vel, csak ejtsék ki helyesen a nevemet, ennyi volt. Úgyhogy ebben nincs semmi, sajnos ez is egy nagy fájdalma volt egyszer, most nem említek nevet, mert nem fontos. Lehet, hogy fontos lenne, de azért nem teszem meg. De a forradalom után volt, aki ezzel kitámadta. És néha az emberek nem jönnek rá, milyen mély sebeket tudnak egy ilyesmi. Ugyanúgy még én is azért úgy megkaptam a magamét, amikor Vásárhelyre kerültem a főiskolára. A bukaresti. Nem, miatt még a vele való kapcsolat nem létezett az emberek fejébe is. Lehet, hogy valahol tudat alatt ez az elvonulásomban ez is szerepet játszott, hogy ne kelljen az árnyékába, és mert felvételizhettem volna igaz román nyelven Bukarestbe. De Vásárhelyt választottam, és bizony én is megkaptam, hogy hát maga Bukarest is tud magyarul. Ami néha úgy sértő azért. Úgyhogy pecsétet jelentett ez, hogy az, hogyha valaki abban az időben ide került, mert kinevezés, kihelyezés kapcsán, és utána próbált visszamenni Erdélybe. Én így éltem meg fiatal fejjel. Lehet, hogy ez egy hamis képzet, de igen, volt benne egy ilyen, hát természetes volt ez az erdélyi magyar közösség, sokkal nagyobb volt, sokkal erősebb volt, keményebb, összetartóbb. A bukaresti az sokkal kisebb volt. És emlékszem, hogy a forradalom után, mondom, kitámadták azzal, hogy hát maga hogy, miért hagyta és miért vállalt ezt a kompromisszumot, hogy CI-vel írják a nevét. Szóval ilyen tónusban és ilyen stílusban. Aminek az biztos, hogy az ő fejében semmilyen ilyen kihatása nem volt, épp azért, mert a szerénysége messze menően túlmutatott ilyen kicsinyes
jelentéktelen dolgokon. Tehát ő valahol ugye a Mártonáron gondolata alatt élt, nem kell a nemzetiségedet se fitottatni, se bizonygatni. Egy dolgot kell, hogy nagyon jó legyél. Mert ha te nagyon jó vagy, akkor téged senki, se téged, se a származásodat nem tudja megkérdőjelezni. És ennél nagyobb gesztus a nemzeted felé nem létezik. És ő ezt némán, szerényen megtette. Biztos, hogy azért őt egy kicsit zavarta. Én azért mondom, hogy biztos, mert egyszer mi beszélgettünk erről, persze. Hogy azért romániai magyar újságban nem volt annyiszor megjelentődötteve persze. Azt, hogy Bács Lajos ez is zavarta, és hogy mondjam, tehát persze, hogy ő ezt szerintem még erősebben megélte, mint én, mert ő egy olyan közösségből jött, ahol valóban egy erős magyar közösség volt Petrilán. Én viszont már mint bukaresti születtem meg, tehát a családból én vagyok az egyedüli mitika, és amire úgy büszke is vagyok, és szülővárosomnak érzem mai napig Bukarestet, fura módon jól érzem magam, amikor jövök. Nem sokáig, de amikor jövök, akkor, és ez megmarad. És hát a magyar iskolában végeztem. Persze, a magyar iskolában végeztem. A bátyám nem, a bátyám az már a liceumot azt egy informatikai liceumot végzett, nem volt magyar informatikai liceum, matematika, fizika liceum, és akkor ő azt végezte, egy román liceumot végzett, de én végigjártam a 12 osztályt az Adiba, mostani Adiba. És ugye hát édesapád Bács Lajos, annak ellenére, hogy itt volt, és a román zenei köztudatban nagyon benne van, de hát sikerült neki nagyon magyarnak megmaradni, idézőjelben olyan szempontból, hogy azért a magyar zeneszerzőkre ő nagyon vigyázott, amiután már tudott, mert azért nagyon sok Bartókot lehetett már hallani, és nem csak, hanem a kortárs zenészeket is bevitte a rádióba. Így van. Sok hangfél felvétel őrzi ezt. Nagyon büszke volt rád, ezt gondolom tudod. Igen, remélem. Majdnem minden interjújában vagy beszélgetésnél legalább egyszer előkerültél. És hát ugye valahol te ezt folytattad, ezt a hagyományt, hogy itt vittél tovább egy családi mintát. Én remélem, hogy nem csak családi mintát, hanem egy művészi hozzáállási mintát is tovább mindent. Tudtam vinni, mert valóban szakmájában és a szakmai körökben hihetetlen elismerésnek örvendett emberileg és szakmailag. És ez annak is volt köszönhető, hogy borzasztóan nyitott, becsületes, szorgalmas, alázatos és szakbarbár volt. Tehát imádta szakmáját. Felszínességet, felületességet. Nem tudta elfogadni, és érdekes módon, bár ilyenkor nagyon agresszíven tudott megnyilvánulni. Tehát én életemben nem hallottam úgy káromkodni. Soha. Soha. Mint munka közbe. És érdekes módon ezt mindenki szó nélkül, semmilyenféle fajta sértés nélkül elfogadta. És ezt én gyerek fejjel nem tudtam se feldolgozni, hogy ez hogy van, most tudom, most pont ugyanazt csinálom, és néha megszégyelem magam, hogy milyen durván és agresszíven. De a művészi világban, amikor egy közös cél a fontos, akkor ezt művészek egymás között nem úgy megbocsátják, néha el is várják. Igen, kell ez a küszködés a tökéletességért, és ez néha félreteszi az emberi kapcsolatokat, nem is fontosak abban a pillanatban, amikor az ember dolgozik. És ez egy olyan mintakép maradt meg mindazoknak a lelkében, akikkel dolgozott, amikor olyan mély barátságokat szültek, tehát nagyon jól esik tudnom, hány ember valóban és őszintén szereti. Fordítunk egyet, és most már Bács Miklósról beszélünk, a színészről. Kicsit még visszakapcsolódik az, hogy ugye édesapáddal is személyesen úgy voltam, hogy soha nem tudtam, hogy szólítsam meg, hogy soha nem tudtam, hogy akkor most mikor mit lehet kérdezni, vagy mennyire lehet közel menni hozzád, és veled is úgy voltam először, amikor téged színpadon láttalak,
akkor azt hiszem, hogy még főiskolás voltál. Ha megmondod az évszámot, akkor tudni fogok. Én annyit mondok, hogy Amadeus. Igen, az a végzős. Az a végzős vizsga előadásod volt. Utána találkoztam még veled egy következő felvételen, az már egy kicsit később volt, 93-94 az Impostor. Igen. Ott már egy teljesen más képet kaptam, és utána az ott az érzésem, hogy az a színész vagy, aki a színpadon jól érzed magad, de sem az újságírókat nem engeded nagyon közel hozzád, nagyon nem szeretsz mondani semmit így magadról. Nem tudom, gondolom, hogy ez olyan tapasztalat dolga is. És ez nála is így volt. Nagyon sok mindent felismerek most így vén fejjel, ami nagyon hasonlít hozzá, mint magatartás, mint gondolkodásmód. Ami remélem és gondolom, hogy természetes. És ez az szövegtől, vagy a beszédtől, vagy a fölösleges beszédtől való elvonulást is valahogy tőle tanultam. Nem azért, mert a művész nem tudná ezeket megfogalmazni, talán emiatt lettem tanár, vagy emiatt azért is megmutatom, hogy tudok értelmiségi lenni, hogy nem csak ösztön és nem csak, hanem lehet mögötte hatalmas kultúra, lehet mögötte akadémiai rendszer, akadémikus rendszer és rendszeresség a gondolkodásban, analitikus rátekintés elméletekre, lehet több, mint amit az emberek általában egy művészre, ami máskülönben minden művész az, csak, hogy mondjam, szociális státusként talán nem kapja meg azt az elismerést. És ettől a félsztől, hogy mindenképpen a receptálás az valahol elferdül, a kommunikáció valahol értelmét veszti, tehát a művészetekben azért sokkal mélyebb ez a kapcsolat, és valóban csak az a fontos, ami megtörténik a pillanatban, amikor éppen az alkotás megszületik. És ez, mivel apám is egy végeredményben egy reprezentáló művész volt, tehát egy interpretáló művész, nem csak, de főleg, ugye már, mert írt is zenét, de főleg egy koncertkarmester volt. Szerintem nála is ez lényeges volt. Lényeges volt a találkozás a közönséggel, a zenével, és az a pillanat, amikor akkor megszületik. Ez ugyanaz érvényes a színházi előadásra is. Ezért volt az a periódus, amikor, és mai napig nem szívesen ülök lebeszélgetni sem magamról, sem a szakmáról, mert fontosabb a tény. Interpretálások, beszédek lehetnek, a tény viszont az annak elsőprő ereje van, és az a lényeg, amit az ember letesz az asztalra. Megkérdezhetem, hogy miért kezdtél el tanítani? Ezért is, amit mondtál az én most pszichanalitikus gondolatokkal küzdöm, 53 évesen próbálom megérteni ezt az utat, ameddig eddig megtettem, és ami nyilvánvaló, hogy a nagy része teljesen tudattalan volt, és ösztönös volt, és... Felkértek és elvállaltad. Pontosan, tehát egy abszolút, és egy fura helyzet volt, mert én akkor végeztem, én 89-ben végeztem, 88-ban végeztem, 89-ben voltam egy éve színésze. Ez még az a generáció, amikor ugye... Hárman voltunk az évfolyamban. Így van, hárman és 41-en egy borzasztó. Ez volt az arány. És most ugye eszembe jut, összekapcsolódik a... Az volt az egyedüli elégtételem talán apámmal kapcsolatban, amikor... mert persze lejött Vásárhelyről, lássa az eredményeket. És most is látom, hogy valahogy előttem került a főiskola elé az utcán, pedig együtt mentünk, hogy megnézzük az eredményt, de valahogy úgy pár lépéssel előttem volt, és a takarítónő kijött, és a vállafögött megkérdezte, hogy magát hogy hívják? És mondtam, hogy hát a Bács Miklós vagyok. Maga bejutott. És akkor elkezdett táncolni az utcán, örömében. És talán ez volt a legnagyobb elismerés, amit valaha életemben kaphattam. Tehát egy fura időszak volt, valóban nagyon kevesen jutottunk be, két fiú volt, Gáspárik Attila és egy lány, Firtos Edit, ez volt az egész évfolyam. Lohinszky Loránd érneves művésszel, mint vezetőtanár, Kovács Leventével, mint asszisztens. Próbálsz így valamit használni, felhasználni a Lohinszky Loránd
pedagógiai stílusából, vagy azért ezek, ez másképp működik ma már? Hát Lewinsky-nál ott is az volt a nagyon erős tényező, hogy milyen alkatú művész volt ő saját maga. Nem tudom én azt eldönteni, hogy pedagógiai metodológiája milyen volt, és hogyha létezett egy nagyon tudatos metodológiája. Nem, most csak felnéztem, imádtam. Tehát nekem, és imádom most is. Tehát nekem ugye a két szülőm, a két apám, minden értelemben vett apám az az egyik, az édes és a legközelebb álló, és a másik pedig a szakmai apám, ami Lewinsky volt. És nem lesz elég az életem, hogy hálás legyek neki, amiért elvállalta akkor az Amadeusban, hogy a diákjával, ami valóban nem volt rá jellemző egyáltalán, hogy valamilyen módon, ilyen módon kapcsolatot teremtsen a diákjaival, elvállalta, hogy eljátsza a Salieri szerepet. És mai napig emlékszem arra a pillanatra, amikor Mozart haldoklik, és ölbe kell vegye Salierit, azt mondván, hogy apám. És nekem ez volt életem legszebb pillanata, mert egy másodpercben tudtam valahogy egyeztetni ezt a két embert a lelkembe. Az apámat, aki nem lehetett ott, és ezt az embert, akinek köszönhetően megkezdtem ezt a pályát. 88-tól vagy a kolozsvári színháznál, magyar tagozatnál. Biztos, hogy megkérdezték, és biztos, hogy általában az újságírók arra kíváncsiak, hogy ugye voltak ajánlásaid, és kimehettél volna, vagy elmehettél volna színházhoz, és mégis hűséges maradtál a társadalomban. Úgy más színházhoz vagy? Más színházhoz, vagy akár kifele, külföldre, valahová vagy. Hát ez a külföldi dolog, ez is egy érdekes, apámnak is megvolt a lehetősége. Nagyon sokszor, nagyon gyakran, sokkal gyakrabban, mint más halandónak, ugye? Azért turnék voltak, rengeteg zenész kimaradt abban az időben. Gondolom, hogy ez egy belső választás, tehát az ember, van, aki ezt könnyen meg tudja tenni, van, aki nem tud elszakadni, és én azt hiszem, hogy ebben is ráütök, és úgy azért úgy soha nem tudtam elképzelni magam máshol, mint itt. A rosszal és a jóval együttvéve. Valahogy úgy otthon voltam, talán a pofonok is könnyebbek voltak, mint idegenbe. Tehát ez fel se tevődött. Másodlag azért mégis egy olyan szakmám volt, ami nagyon nyelvhez kötött, ami zenészként sokkal szabadabb, ugye elmehetsz bárhova, azért a nyelvi határok azért nehezek, nehéz más nyelven játszani. Nagyon nehéz. Lehet, nem arról van szó, hogy nem lehet, filmekben, Amerikában karriert lehet befutni, de azért ritkaság, és nehéz. Úgyhogy megvolt ez az elhatároltság is, hogy azért nem lehet akárhova elmenni, és még volt egy hatalmas szerencsém, hogy amikor Kolozsvárra kerültem, a legelején, akkor egy ilyen fiatal gárda kezdődött összeverődni Gáborral együtt, és azért egy hatalmas utat tett meg ez a társulat. Tehát kialakult egy fantasztikusan profi, magas szintű, szakmai berkekben nagyon elismert, a román színházi társadalomban is elismert társulat. Semmi. Most is pont olyan jól érzed magad benne, mint 1900. Nem számít, hogy érzem magam. Nem számít, hogy... Tehát az emberi érzések, és hogy mondjam, az emberi, az egy dolog, és a szakma az más. És ott, ahol a szakma elsődleges, az embernek oda kell mennie. Ahol a legjobb. Oda kell mennie, és ott kell megküzdeni a nehéz feladatokkal. Miért mondtad, hogy sajnos a lányod is saját maga választ a színészi pályát? Mert mostani fejjel azért, igen, nem tudom, ez mindig így van, hogy az ember szeretné, hogy
Nem, hülyeség, mindegy, válaszol, amit akar. A lényeg az, hogy boldog legyen. Tehát én még a színészetet is vállalom, csak nagyon kritikus szemmel nézek rá ilyen szempontból, és nem tudom megállni, hogy nem. És ez néha nehéz, mert akkor egy ilyen szerep háború van benned a szakma és a szülő között. Remélem, hogy az apánál nem volt meg, mert nem zenébe voltam. Tehát az egyik része, hogy az lehet, hála Istennek, de meg vagyok győződve, hogy nem lesz egy könnyű út, de nem lényeges. Lényeges, hogy ő szeresse, amit választ. És... Hányad éves most vagy? Ő 12-ben van, tehát most végez, most érettségizik. Most kezdi ez. Ez viszont nem akar most felvételizni, és ez már egy, szerintem egy, ez is egy, úgy elrettent egy kicsit, és félek a jövőtől. De az a generáció, amelyik úgy döntött, hogy nézd, ameddig én nem tudom pontosan, hogy mit akarok, én addig nem felvételizik egy egyetemre. Én először ki akarok próbálni dolgokat, el akarok menni a világba, és utána majd eldöntöm, ha és mit akarok majd csinálni. És ez így valahogy egészséges, nekünk ez nagyon fura, mert a mi generációnkban azért nagyon tiszta volt az út. Befejezted a licit, muszáj volt, nem is tevődött fel a probléma, hogy te ne felvételiz, ha egyáltalán számításba akarsz jönni a társadalomba. Ma ez már nem fontos, és szerintem ez jó. Persze, hogy meg vagyunk ijedve ettől a több irányúságtól, amihez nem vagyunk szokva, meg voltunk szokva egy állami biztonsággal, egy struktúrával, ami biztos volt. Na most ez a szabadság, ez úgy, a baj csak az, hogy egy kicsit elhúzódott. Tehát most már 25 éve csodálkozunk azon, hogy szabadok vagyunk. Most már ideje lenne rájönni, hogy igen, szabadok vagyunk, és ezért valamit tenni kell, tehát ez felelősséggel jár. És ezt az új generáció azért ebben már beleszületett, és végzi a munkáját. Tehát ezt én ebben... Én behiszek. Nagyon szépen köszönöm, hogy jobban megismerhettük egy kicsit Bács Lajost is, és Bács Miklóst is. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm szépen.
Jövő kedden Pódium Színházi rovatunkban Bács Miklóst a színpadon is láthatják. A Román Színházi Szövetség, az Uniter idén a legjobb férfi mellékszereplő díjára jelölte Bács Miklóst a Mélyben című előadásban játszott szerepéért. A május 8-ai Uniter gálát megelőzve műsorunkban a rangos színházi díjért versenyző magyar előadásokat mutatjuk be. Kedves nézőink, ma Szabédi Lászlóra emlékeztünk, akinek írói pályáját végigkísérte tudományos munkássága, esztétikai, irodalomtörténeti, nyelvészeti tanulmányai. Egyik legfontosabb elméleti műve a Magyar Ritmus Formái című verstan, amely 1955-ben jelent meg. Húsvét harmadnapja lévén két kis riportunk is kapcsolódott az ünnephez, bemutattuk a Bizerei templom romjait, majd Bács Lajos zeneszerzőre, karmesterre emlékeztünk, fia Bács Miklós színművész segítségével. Felhívom figyelmüket, hogy a Román Televízió tavaszi műsorácsában módosul a magyar adás. Így kezdeti időpontja 15 óra, és két részben közvetítjük. 3 órától 4 előtt 10 percig, majd 4 óra 5 perctől 5 előtt 9 percig. Keressenek a magyaradás.ro honlapunkon és a Magyaradás nevű Facebook oldalunkon. Itt az egyes csatornán legközelebb jövő hétfőn jelentkezünk. Minden jót kívánok, nézzék a Magyaradást, viszontlátásra! Azért az élet és a szabadság, aki napunta érte vívni kész. Ez az én életmotó. Ehhez viszont társul az, hogy ha te a népedet, a nemzetet akarod szolgálni, de nem valaki ellenével, hanem a saját néped felemelkedését, akkor csak alázattal és a szolgált jegyével. Tehát akármilyen funkcióba kerültem, én nem tudtam hatalmat gyakorolni. Én se a főtanfelelősséget, se az országos elnökséget soha nem tudtam úgy fejfogni, hogy nekem hatalom van a kezem. Nekem alázott, utolsó, ugye tanítja a keresztény elnök.